A Monostori Kulturális Egyesület április 12-én délután, húsvéti alkotó délutánra várta az érdeklődőket a Dózsa György Művelődési Házba, ahol szebbnél szebb húsvéti dekorációkat készítettek, kicsik és nagyok egyaránt. Próbáltuk a kulturális tagokkal megbeszélni, hogy legyen olyan feladat, amit a legkisebb is el tud készíteni, meg a legnagyobb is. Például műanyag kanálból, vatta segítségével nyuszit készítünk, műanyag pohárból, papírfüleket ragasztunk rá, szintén nyulakat, pomponfonalakból készítünk majd fehér bárányokat, meg feketéket, egy apróságokkal. Akkor készítettünk papírkosarat, amit összetűzünk tűzőgéppel, és a kisebbek azok matricát ragasztottak rá, a nagyobbak meg színeztek a kosárra. A tagokkal még megbeszéltük azt, hogy egy kis nehézítésképpen papírcsíkokat kivágtunk, és négy papírcsíkot összeragasztunk, az lett a nyuszinak a nagyobbik alsó része, négy kisebb papírcsíkot összeragasztva, az pedig a nyuszi felső része, és dekorgumiból meg ráragasztottuk a nyuszinak a fejét. Az ügyesebbek tojást festettek, melyet aztán különböző technikával ki is díszítettek, de a legkisebbek is ügyeskedtek, ők nyuszit és csibét színeztek. Az Egyesület süteménnyel és limonádéval kedveskedett az alkotó délután résztvevőinek. Nagy érdekesség, ugye az állatsimogató is? Igen, azt a férjemmel, Felnár Tiborral hoztunk egy anyakecskét, három kisgidával és egy alomnyi nyulacskát hoztunk, hófehéreket, meg tarkákat, hogy a gyerekek még meg tudják simogatni, aki még nem látott nyuszit, az is még ölbe tudja fogni. Számos program sorakozik a Monostori Kulturális Egyesület esemény naptárában a jövőt illetően. Szombaton a megújult művelődési ház húsvéti bálnak ad otthont, amikor a Tequila Band zenél majd. De fontos megemlíteni, hogy az Egyesület a költészet napja alkalmából pályázatot is hirdetett az Én Petőfim címmel. A résztvevők Petőfi Sándor életével, munkásságával, verseivel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket fogalmazhatják meg versben, dalban, prózában. A költészet napja alkalmából a Monostori Kulturális Egyesület versíró pályázatot hirdetett meg, aminek a határideje 2023. január 1-e, és akkor fogjuk elbírálni, és a következő költészet napi nagy kulturális gálán fogjuk kihirdetni az eredményt, hogy kik nyerték meg a versenyt. Pályázhattak felső osztályos tanulók, középiskolások és felnőttek is szintén. A pályázattal kapcsolatban további információ a Monostori Kulturális Egyesület Facebook oldalán olvasható.